A könyvbemutatók reggele folytatódik, Janics Natasa kifizetésének határideje lejárt, a történet szomorú folytatásra áll, most úgy tűnik, az olimpiai bajnok kajakosnő menedzsere egy másik szegedi lokálpatriótával együtt megírta Natasa és a váltás, a vállás hátterét, tanulságait ne gyűlöljetek címmel, Horrontottuk el, ez a fő kérdés, Csonka Gábor, menedzserhez, sportvezető, szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És uh, ugye kezdjük ott, hogy meglehetősen drámai pillanatban jelenik meg a könyv Natas a karrierje szempontjából. Mondhatjuk azt, hogy bezárultak a nagy kapuk és az a kérdés, hogy most következnek-e a kis kapuk, szerinted? Um... Elég nehéz gyakorlatilag rövid választ adni erre a kérdése, ugyanis valóban drámai, annatos esetében az elmúlt három hónapja, és hogyha nagyon röviden össze, össze foglalni, azt gondolom, hogy nem is érdemli meg ő ezt a tortúrát és azt a veszőfutást, amiben ami neki része van jelen pillanatban. Ettől függetlenül a kérdés a válaszom az, hogy valóban a hivatalos procedúra befejeződött, és több különböző vágányom történik most gyakorlatilag a háttérben az egyezkedés, konkrétan a szerb szövetség elkezdi a jogi orvoslatát gyakorlatilag a Nemzetközi Szövetséggel szemben, nem tudjuk ennek, mi lesz az eredménye, nyilvánvalóan majd tavasszal lesz ebből valami fajta eredmény, és többek között gyakorlatilag a natasáik is a maguk útján elkezdik járni azt a lehetőséget, hogy hogyan is lehetne azt ügyintézni, hogy már az jövő évben szerb kajakozzon. Hogy például Andrián Dusev megkapja a szerb állampolgárságot? Ez az egyik variáció, és ezen kívül is van még más variáció, természetesen a szerbek ezt nemzeti érdekből meg fogják tenni, és meg is fogják lépni, Barát egyébként a Magyar Kajakános Szövetség elnök azt nyilatkozta, hogy a Nemzetközi Szövetség erre a variációra is nemet fog mondani. Igen, igen, igen. Na most a Magyarország és natosan és a, talán a könyv címe is utal erre, hogy itt ez a maga mögött hagyott híd, ez összeomlott véglegesen? Én azt gondolom, hogy, hogy ez a híd sajnos összeomlóban van még mindig, és talán a legkevésbé sem a... Tehát igazán a könyvben is azt kutatjuk, amit írtunk a barátommal. Ez a horrontottuk el. É, igen, a horrontottuk el, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag nem lehet megtalálni a konkrét hibást ebbe az, eg, ebbe az egész ügy, ügyben és ügymenetben. Az elmúlt három hónapban, hónapban hibát követett el nyilvánvalóan Natasa is, amire nagyon keményen a bulvár rácsapott, és őrletes inglatokat szított gyakorlatilag a szurkolók táborában. Egyébként a Natasha mindig is megosztó ember volt, a Natasha mindig vagy fekete és vagy fehér volt, és vagy szerették, vagy gyűlölték. Tehát nagyon szélsőséges volt gyakorlatilag az ő megítélése. Hát egy nagy egyéniségről beszélünk. Egy óriási Akár egyéniségről beszélünk, egy óriási egyéniségről, aki gyakorlatilag. Nem az egy elmúlt, langyos, egy... vannak langyos sportolók is, így, ő így, semmiképpen ő sem az. Abszolút nem, hát, sőt, ő a, gyakorlatilag az elmúlt tíz év mindenféle magyar sportágát tekintve, talán a legeredményesebb sportónak számíthatjuk az összes eredményét figyelembe véve. Fantasztikus karrier áll mögötte, ezért is igazán kutatjuk annak a történetét, hogy hogy történhetett meg, hogy, hogy három hónapot ez a Nimbus, ez a fantasztikus példakép gyakorlatilag egyszerűen, egyszerűen a, a szurkok egy részének gyakorlatilag a, a lábai alatt hever. Bizonyára az egyik fő ok, akkor ilyen értelemben meg is válaszoltad, ez a, ez a megosztó személyiség, amelyiket amikor megvannak a hatalmas sikerek, akkor hát nem, nem tud másként megosztani, mint hogy 95% vagy 100 át zúdul és ünnepli a sikereket, viszont ez nagyon érzékenyen reagál arra, amikor jönnek a konfliktusok. Amikor azt mondod, és tényleg nem bulvár szinten, hanem komolyan és mélyen, hogy Natasa is valamit elrontott, akkor mit ronthatott ő el? Aztán majd megyünk tovább, hogy a többiek a környezetében. Nézd, nézd, gyakorlatilag ez így nagyon nehéz megfogalmaznom, mert azokat, amiket gyakorlatilag a bulvárból olvastunk, hogy a Natasa azt nyilatkozta Belgrádba, azon az omizú sajtótájékoztatón, hogy ő nem érezte otthon magát. Ezt nagyon sokan rögtön abba a pillanatban lehazaárulózták, és mindenféle szörnyű dologgal elkezdték őt szídni, ez az előbb nevezett úgynevezett szélsőséges szurkolói tábor. Közben ő, ő egy egyetlen egy rossz szót nem szólt, ha belegondolunk egyébként. Komolyan ő egy szerb születésű lány. Soha az életben nem érezte otthon magát. Sehol máshol én sem. A szülői házban érzem otthon jól magamat, jól és otthon sem. Soha nem mondta azt, hogy rosszul érezte volna ott Magyarországon magát. Tehát ő nem követett el ott semmi hibát, mégis gyakorlatilag hazáról oszták. rögtön ezért a kifejezésért, hogy nem érezte otthon Magyarországon magát. No, akkor ez a horontottuk el kérdésben menjünk tovább. Nézzük azt, hogy milyen szerepe volt ennek a helyzetnek a kialakulásában a Andusevnak. Ez is egy elég hosszú beszélgetés ára. Nyilván egy retentő erős, és megint csak azt kell mondjam, hogy szerb-balkáni indulatok és érzelmek tömkelegét érzékelem én adatosán, én tíz év együtt vagyok vele. Ő rajongva szereti a férjét. Ez egy nagyon fontos dolog, és, és igazán mi magyar emberek, akik gyakorlatilag itt közép nem is érezzük ezt a fajta rajongást, ahogy, ahogy ő képes szeretni. Teljesen máshogy szeretnek ezek a balkáni emberek, szervemberek, mint ahogy mulatnak is, biztos láttunk már, nem hogy egy ne, filmben, persze. hogy ez, ez, ez valami fantasztikus, na, tehát így szeret, rajongva. Tehát hogyha a Dusev valamit mond, akkor azt a Natasa megcsinálja. Legyen ez edzés, legyen ezek érzelmek, legyen ezek bármi dolog. Tehát, Tehát azt nyilvánvaló... mondja, hogy megyünk, akkor megyünk okay. együtt. Tehát nyilvánvaló, ha a valamit kijelentett, és valami nem tetszett neki Magyarországon, ezt a Natasa magáévá tette, és a legkisebb mértékben sem vonta kétségbe a Dusevnek ez irányú gondolatát és szavát és döntését. Azt sosem rejtetted vék alá, hogy magadat se akarod fölmenteni. Um, azért nem, azért nem akarom magam, mert olyan retentő gyönge érv lenne mindenki másba keresni a hibát, és én, aki gyakorlatilag az összes ügyét tényleg tíz év alatt folyamatosan szolgáltam és ügyintéztem, um, tényleg mindenki másba keresném a hibát, és magamban nem. Én azt gondolom, hogy én is nagyon sokat tehettem volna még pluszban azért a dologért, amikor Natasa először azt mondta nekem is, hogy tényleg ők eldöntötték, és, és haza akar költözni. Nagyon fontos ez a fajta gondolat, amit most mondtam. Tehát nem el, hanem haza akar költözni. És, és gyakorlatilag én is ezt a dolgot elfogadtam tőle. Elfogadtam, ahelyett, hogy. hogy hasonlóan a többi magyar sportvezetőhöz, leültettük volna, simogattuk volna, próbáltuk volna itt tartani. Tehát azért a Natasának olyan őrületes vonzereje van az eredményei révén, hogy egy-egy világbajnokság, olimpia és egyéb nagy sportesemény után százak jelentkeztek a Szegedi vízitelepen azért, hogy kajakozhassanak, most gyerekekről beszélek Milyen. természetesen. Tehát, tehát ezt a fajta vonzerőt és ezt a fajta nimbuszt ilyen könnyen, mindenféle próbálkozás nélkül elengedni nekem vagy a magyar sportvezetőknek, azt gondolom ez túlzás volt. Ha már a magyar sportvezetés, akkor egyetlen kérdés erejéig. Ha beszéltünk itt a versenyzés a családja részéről, erről a balkáni tűzről, Igen. akkor beszéltünk a magyar sportvezetés részéről erről a Jellemzően magyar makadságról. bemere vettek az álláspontok. Én, én, én sajnos sok erősebb jelzőt használnék pont a Natasha Ügyintézésében és talán a legmagasabb sportvezetői szintre értve is. Mobelnökre. Igen, igen, igen. Tehát, tehát, gyakorlatilag az a fajta, és, és nem akarom most csak őt kiemelni a dologban, mert, mert, mert tényleg millió egy sportvezető van, aki egyébként még annyit se tett meg, hogy legalább egyeztetett időpontot a natasával, még hogyha le is mondta akkor is. Tehát, tehát gyakorlatilag én is azt gondolom, hogy megint gyakorlatilag felelősségteljes vezetők bulvárból szedett információk és érzelmek alapján döntéseket hoznak. És kimerik azt jelenteni, hogy a hallott negatív hírek alapján én nekem nincs mit tárgyalnom veled. Ilyet nem tehet. Egy olimpiai bajnok, egy másik olimpiai bajnokkal, egy sportvezető, egy érsportolóval, egy férfi a nővel, ilyet nem tehet. Ez nem akarom illetni jelzővel, hogy ez, ez, ez milyen, milyen, milyen tulajdonság. Ha már arról a bizonyos hidról beszéltünk az utolsó kérdés úgy néz ki, hogy mintha egyedül egy szálként Fábiánni rógyi katalin. Um, nem Ez nem egy nem különös nem. kapcsolat. Ég, Erről igen. is szó van a könyvben, Így van, így van, így van, így van, így uh, van. Gyakorlatilag a katinéni um, 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 élete és a Natasa élete mindig összefüggött Magyarországon, nem csak azért, mert az első pillanattól kezdve együtt dolgoztam, hanem azért is, mert Katinének az egyénisége nagyon nagyon hasonlít a Natasájéhoz vagy fekete, vagy fehér, biztos látod, nem ért hát szertezsődik a Katinin. Tehát ott nincsen kompromisszum a, a, a Katinéni életében, ugyanúgy, mint a Natasa életében, ha valamit eldöntött, az úgy van. Így történt meg a válláskor is, a náláskor is, amikor ők elváltak egymástól, és a Natasa elmondta, hogy Katinéni a világ legjobb edzője. Uh, hát akkor ma könyvbemutató, és én meg nem kimálhatok más, mint hogy próbáljátok, remélem a könyvbe sikerült megoldani Dusztus Imrével ezt a kérdést valamennyire. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.